Hello mindenkinek, Ryder vagyok, visszatértünk a Dark Souls végigjátszásunkhoz. Az előző epizódban igen csúnyán meghaltunk, de semmi baj, mert ma itt vagyunk, és most itt vagyunk, és a célunk az, hogy mindenkit, akit tudunk, azt 100%-osan megöljük, természetesen meg leszünk mérgezve, de igazából ez minket annyira nem zavar. Lássuk be, így is úgy is meglettünk volna mérgezve. Na most az előző, nem, bocsánat, két epizóddal korábban nem fogok tudni fényerőt növelni. Csak így. Két epizóddal korábban azt mondtam nektek, ami nincsen bekapcsolva a fantomok, ami gáz. Na de nem baj. Úgyhogy csinálunk olyan sok mindent szerintem. Hogy igazából beszélgetni fogunk arról, hogy Bright Town miért is olyan, amilyen. És igazából szerintem nagyon-nagyon nagy mértékben tudható be ennek a csodálatos mocsának, ami itt található. Ugyanis ebben a csodálatos mocsárban mindenféle, de ezt hátadjátok, mérgező dolgok találhatóak, és szerintem sok kicsi mérgezés sokra megy, és hát azért lett ilyen az egész Blight Town, kicsit sötétenünk, mert túlvilágos van. Oké, szuper. Még így is túl sötét itt minden, de semmi baj, nem probléma. Oké. Akkor haladjunk igazából tovább. Hagyjuk igazából tovább, és akkor próbáljunk megküzdeni még egyszer Kvelággal. Mivel hogy fia voltam, és rájöttem, hogy... És igazából nem tudok idézni, szóval... Ezért most csak így 1v1-be fogjuk tolni. És megpróbáljuk majd lepistázni. Valószínűleg hamarosan hallani fogtok a lepistázni mémről. Nagyon cool. Elmen van készítette. Az egyik legjobb mém, amit valaha csinált. Szerintem. Ez így iszonyatosan sokáig fog tartani. Hoppá. De semmi baj. Én hiszek magunkba, jó? Ügyes voltál. Kvelák káosz boszorkány. Oké. Befejeztek, köszönöm. Igazából ez az egész harc lényege majdnem. Hogy ilyen szépen csapkodjuk Kvelágot, és odafigyelve arra, hogy igazából hol lehet, mikor lehet csapni, és mikor nem lehet csapni. Ugyanis vannak olyan támadásai, amiket, amikor ő csinál, például ez is egy elég csúnya, de igazából van egy olyan támadása, amikben lehúzódik, és igen, előtte esetet robban. Hogyha nem figyelünk rá, az elég komoly problémát okozhat. Ez most nem az a támadás. Ez viszont az a támadás. És most már királyok vagyunk. Jó, szuper, Gucci. Jó. Igazából ez az egy támadás szerintem, ami a Dark Souls játékosokat el tudja találni, és el tudja mondani a napjukat, meg még esetleg ez a hirtelen oldalra köpés. Amit szokott csinálni, kedves Kellag. De igazából teljes mértékben jól haladunk. Jó, most is elkezdhetne picsába, és akkor jó lesz. Szuper, hello! Vigyázzik el, hogy ne robbantsa fel a seggét, mert azt is meg tudja csinálni. A szexig egy kis póksegét. Na most... Igazából innen mehetnék mi majd picikét még lejjebb, de nagyon fogunk. Ugyanis... Még igazából szerintem nem jött el annak az ideje. Az az igazság, hogy... van egy igen kellemes és egész jó, úgymond, irány a Dark Souls-nak, hogy kellene játszani, és hogy jól játszani. És szerintem bőven jó az, hogyha nem megyünk most sokkal tovább benni, csak megfogadjuk még a másik harangot. Oké, el lesz pistázva teljesen. Kvelág. Aki igazából elpistázott minket az előző epizód végén, szóval hé. Azt hiszem, hogy kittek. Wow! Na, ezt nem tudtam, tehát minden nap lehet újra tanulni. Nem tudtam, hogy ilyet tud Kvelág csinálni.
De most meghalt. Praise the sun! Szuper! Megkaptuk Quelleg lelkét, valamint még ez a bennél fontosabb és érdekesebb, hogy kaptunk még egy kettős emberséget. Tehát ez azt jelenti, legalábbis szerintem és számomra, hogy Quelleg bizony-bizony terhes volt. Na most, Quelleg lelke. Quelleg lelke. Quellegnak, Quellegnek a lelke, aki valaha Aizelit boszorkányának lánya volt, de most már egy káosz démon. A különös lényeknek különleges lelkük van, és Quelleg lelke a káosz minden aspektusát magába hordozza. Segítségével rengeteg lélekre tehet szert, vagy egyedi fegyvert készíthetsz belőle. Oké, szóval azt tudjuk, hogy Quelleg az Aizelit boszorkányának a lánya volt. És ezen kívül azt hiszem, hogy összesen vannak 7-en. Ha jól tudom. Na de most haragot kongattunk, mert ez tök király. Azt mindenki szereti csinálni. Emlékeztek erre a kapura? Ennél a kapunál volt mindenki kedvenc hagymatesója, és most már, mivel megkongattuk mind a kettő harangot, bemehetünk. Szóval, tök logikus ötlet az, hogy próbáljunk meg hazamenni. Szóval, kaptunk is egy hazatérő csontot, térjünk haza, és közben megpróbálom belülni a vörös fantomokat. Jó? Hát, ha nem fagy ki a játék is, és a felvétel is, a többi. Oké, hát a játék az még nem fagyott ki. Remélhetőleg nem is fog kifagyni. Picikét toljunk az ügyességünkön, így. Mondjuk 2-t. Az növeli a sebzésünket, igaz? Növelgeti. Nem sokkal, de majd ez később sokkal jobban fog jönni, amikor a fegyverünk már egész-egész magas szinten lesz. Most jelenleg B-s bónuszunk van, majd amikor ás lesz, akkor sokkal királyabb lesz. Oké. Szóval, most, hogy itt megoldtuk a területi boss-t, igazából még elég sok minden van ezzel a területtel kapcsolatban, de minket máshová hív az utunk gyakorlatilag. Tehát gyakorlatilag minket most az utunk visszavezet. Visszavezet élőholt várba. Élőhold templomba, bocsánat. Élőhold templomba, azt hiszem, hogy így hívják szépen magyarul. Hiszen ott lett kinyitva nekünk az út még tovább, hogy tovább haladhassunk a játékkal. Tehát arra fel kell menni, majd visszatérünk ide is. Bőven lesz még időnk, alkalmunk arra, hogy ide visszatérünk. Még csak március van, március vége. Február, január, február, március. Az még van gyerekek, 9 hónapunk, 9x4, az azt jelenti, hogy nem tudom, hogy miért tartom a pajzsot, mikor már megöltük majdnem mindet, 9x4, azaz 30 valahány epizódunk arra, hogy végigvigyük a játékot, és már is a 10. epizódnál tartunk, és igazából már majdnem a játék felénél, szóval bőven jól állunk még. Az az igazság. Na most, amíg itt lent voltunk, tudtam, már szereztünk titanit töredékeket. Szóval, nagyon jó irányba haladunk akkor, hiszen pont tudunk majd beszélgetni Andréval, és André pedig pont képes lesz nekünk arra, hogy a fegyverünket még feljebb javítsa, azaz még többet tudjunk sebezni. Esetleg, bár azt még nem hiszem, de esetleg elérjük akár a hőnáhított ás skálázást is, de szerintem az majd csak 15-ös szint körül fog jönni. De nem baj. Nem baj. Ami nem tudom, mennyire látszik a felvétel, a tearing, mert nincs bekapcsolva a vészink, és ugye 60 FPS-be járkálunk.
ezért ez elég durca. Szóval tudom, mennyire látszik a dolog. Remélhetőleg nem zavart titeket. Senki nem mondta, hogy hé, szara ez elnézhetetlen, szóval úgy érzem, hogy akkor rendben lesz. Oké. Még ide is el fogunk jönni, sőt ide fogunk elmenni hamarabb, Új-Londóba. Amivel csak úgy megjegyezném, hogy valami borzasztóan megnehezítem a dolgomat és a dolgunkat. De rendben ez egy olyan végigjátszás, ahol újra élvezzük az egész Dark Souls-t, elejétől a végéig, megnézünk mindent, megpróbálunk elérni olyan dolgokat, amiket hát nem nagyon szoktak, de hoppá! Hoppá! Mi történt itt? Hulla átkutatása? Piszkos csukja, piszkos köppeny, piszkos kesztyű, vérfoltos szoknya. Fekete szemgömb. Megvizsgáljuk, hogy halott. Itt valami komoly dolog történt, srácok. Méghozzá igen komoly. Ugyanis szálld meg a tűzőző gyilkosának a világát. Titokzatos gömb egy őrző holttestén találva. Szálld meg a tűzőrző gyilkosának világát, hogy legyőzz az elkövetőt és visszaszerezd a tűzőrző lelkét. A fekete szem folyton figyeli az Istenek városát, Anor Londót. Oké, szóval a következő célunk nagyon-nagyon egyértelműen Anor Londó lesz. Amink még itt van, amit még szereztünk, ugyebár az nem volt más, mint csomó-csomó Baldur cucc, de ezen kívül a vérfoltos szoknya például. A tűzkapos szenténél található tűzőrző viselte. Úgy beszélik, hogy ez valaha egy hölgy fehér szoknyája volt, de a valódi eredete elveszett a vérfoltok miatt. Talán korábbi viselőjét megcsonkították, hogy ne szökhessen el. Úgy beszélik, hogy ez valaha egy hölgy fehér kesztyűje volt, de a mágiánál töltött hosszú évek miatt a füst és hamu befeketítette. És ezek ugyanazok. Oké. Szóval mondd nekünk valamit a tesónk itt. Did you ring the second bell? Aha. That is incredible, I must say. But now, we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Okay. Damn. That stench. And I was really beginning to like it here. Maybe it's time I do something about it. Maybe it's... Okay. Na most az újabb problémánk, amit nekünk kedves elbukott lovagunk mondott, az igazából ő. Hello. Ah, hello. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? Uh-huh. I am the primordial serpent, King Seeker Frapt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Yeah. Mondd el, mi a célom. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Jól van, tesó. Beszélgetünk még? I am pleased to see you well. Is it something urgent? Igen. Dumáljunk egy picit. Those who seek the realm of lords must brave Sen's fortress, a deadly house of traps. Many have gone before you, but none have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Those who seek... Okay. Szóval, Frampta, lehet etetni dolgokat, ami csak azért király,
mert például a csomó Balder cuccunkat neki tudjuk adni, és bár minimális mennyiségű, de valamennyi lelket kapunk érte. Ez a csomó Balder sisakot, ami már nem kell nekünk semmire. De igazából én ezt a hangot nem bírom elviselni. Chosen undead, I remain here and await thee. Okay, szia. De ezt a hangot már nem bírom elviselni, szóval ennyi lesz. De nézzétek meg, hogy ki van még itt. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy of the Great Swamp, so I can usually manage with a bit of care. Oh yeah, by the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magics unsavory. Tudtam, már nemet kell neki válaszolni, hogy taníthasson minket. Yeah, wonderful. I'm sure that you know, they'll be of some use, some assistance. Here, first take this. Piromantaláng. A flame from the Great Swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Király. Let's get started right now. Király. Tudok tőled vásárolni tűzvészt, vashúst, villanó verítéket, valamint tűzgolyót is. Pyromancy is the art of casting fire. Produce flame, then channel it, just as our ancestors did. A pyromancer must be in tune with nature herself. My home, the Great Swamp, is an abundant store of nature. You will understand one day. It only takes time. Pyromancy has a, well, rather primitive aspect to it. It meshes poorly with advanced culture, and pyromancers are considered rather unsavory, which is fine, as I never got along with anybody anyway. So, for me, turning undead didn't change a thing. A pyromancer's flame is a part of his own body. The flame develops right along with his skill. When I gave you that flame, I gave you a part of myself. Please take good care. Hashtag yes or more. A pyromancer's flame. Okay. When I gave you, please take good. Jó van, szia. Jó, szóval most már lehetnénk akár piromágusok is, oh, hello. Hogyha akarnák lenni. See us both in one piece and pray that you never go hollow. Ja, imádkozzunk azért, tesó. Oh, hello. Imádkozzunk azért, hogy ne legyek soha többet. Ne legyek haló. Viszont a problémák, srácok, az ez. Hogy nincs tűzőrző, nem gyújtható be a mágia. Szóval gyakorlatilag van egy küldetésünk. A küldetés mellett. Ami, hey, Petrus, szia! Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far. But no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Hát az biztos, elhagyta. Oh, I'm sorry. Miracles, was it? Elhagyta. Sometimes I lose myself. Darab nőt kellett. Egy darab nőre kellett vigyázz, Petrus, és azt az egy darab nőt is elhagytad. Szóval érdekesen halad a történet azzal együtt, ahogy mi haladunk előre, és ölünk meg ugyebár ellenségeket. Amit tudunk egyelőre, az az, hogy meghalt a piromágus, bocsánat, a tűzőrzőnk, valamint Petrus valahogy visszakerült a katakombákból, nem tudni hogyan, de visszakerült. Én igazából nem akarom annyira, ezzel igazából nem akarom húzni az időmet. De lehet, hogy mégis fogom. Fuck. Mert már nem kell sokat csinálni. Szuper! Nagyon-nagyon cool. 800 lélek, easy 800 lélek. Jól van, akkor viszont haladjunk igazából, egy picit még tudunk haladni Szent erődjében, ami hát egyáltalán nem játék.
Tehát azt kell mondjam, hogy a szent erő, de egyáltalán nem. Egy játszóház. És... igazából innen kezd egy picikét belehúzni a dolog az egészbe. Oké. Nem tudunk szintet lépni persze, mert már... Hányan szintűek vagyunk? 42-esek, az már elég komoly. Tehát az már egy elég komoly szint, már lehet, hogy darabig nem is nagyon kellene szintet lépjünk. Szia André, fegyver erősítés. Erősíts meg picikét az oldalas kardomon, jó? Köszönöm szépen, szuper! Nagyon-nagyon király vagy. Még mindig bés a fegyverünk, de nem számít, mert már igen komolyakat tud sebezni. Te vagy a hősöm. Oly! Nem? Nem oly? Oké, akkor nem oly. Jó, akkor menjünk tovább. Menjünk be ide ebbe az erődbe. Ebbe a hatalmas nagy várba. Amiben, mint hogy ezt tudjuk és láttuk, óriások vannak. Na most az az igazság, hogy... Nagyon soha nem jöttem rá arra, hogy úgy Isten igazából szer erődjének mi az értelme. Tehát meg tudom érteni azt, hogy mire kell például egy Undead Burg vagy egy Undead Perish, azt teljes mértékben meg tudom érteni, de azt nem igazán, hogy úgy Isten igazából, hogy ez itt egy csapda volt, mire kell szennek az erődje. A legtöbb, amit tudnék mondani abból, hogy igazából mire is lehet, mire is szolgálhat, az az, hogy csak és kizárólag, oh hello, picit féltem attól, hogy ti lesztek itt, vagyis, hogy ennyien lesztek, de hát Istenem. Jézus Isten, meg fogok halni. De hát Istenem. Valahogy megoldjuk. Csapda még nem aktív. Well, fuck. Ez kicsit lekéstem. Nem tudtam visszaperizni. Most leszünk lesz. Oké, az visszament. Jó, akkor jó. Get fucked. Másik visszament. Nem ment vissza. Well, fuck. Másik visszament, ez a szuper. Ezeket a kígyótesókat azért elég könnyű kiperizni. Relatíve. Ami amúgy jó, kivesz az egy támadás, ezt azért nem lehet. Mert így is elég halálfélelmem van, gyere. Gyere. Oké, jó. Van. Fuck. Paris többet Rider. De semmi gond igazából nem. A jó hír az, hogy nem jutottunk olyan messze, szóval csak két kígyót kell kicsikét később megölni. Tehát olyan nagy problémánk nincs, és visszaszereztünk egy kis adag lelket. Oké. Szóval azt akartam mondani, arra akartam kiukadni végül is az előző gondolatmenetemmel, hogy igazából, amire én gondolok, hogy szen erődje, gyakorlatilag egy próbatételként van itt, hogy azok számára, akik... Vagyis azzal a célra, hogy azt nézzük meg, azt válasszuk ki a próbatétel által, aki méltó arra, hogy belépjen az Istenek városába, Anor Londóba. Kardom nem üt olyan sokat, mint amennyit szeretnék. Tehát én igazából ezt tudom elképzelni, mint cél, mint szolgáltatás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok. Oké. Ha csak az egyik ötök jön, akkor jó lesz.
De az léci, tényleg gyere. Gyere, gyere. Gyere. Gyere már. Oké. Oké, maximum agro, jó. Szuper. Gyere le. Vagy akkor ne gyere le, ott is maradhatsz. Van 1000 HP-juk. Az igen komoly. Tehát azt kell mondjam, hogy azért az igen komoly. Működik már a csapda? Még nem. Gyakorlatilag ezek a csapdák, ezek idővel újra aktiválódnak. És azért érdekelt, hogy vajon működik-e a csapda. De nem. Sajnos nem, de semmi gond. Oké, legalább ad 500, csak 500 lelket? Az nem is olyan sok. Ahhoz képest, hogy gyakorlatilag 2 ütés is meghaltam. Hogyha eltalálnak. Oké. Gyere. Szuper. Jó, hogy tudok még perizni. Annyira örök neki, hogy tudok még perizni. Amúgy érdekesség erről a területről, hogy ha valahogy az ember becsíteli magát. Áú, remek. Valahogy az ember becsíteli magát a pálya alá. Azt hiszem, hogyha valahogy jó helyen esik le gyakorlatilag, akkor képes lesz bejutni a pálya alá. Ugyanúgy betöltődnek az ellenségek. Megrúgtalak, maximum megalázás, hogy megrúgtalak. Ugyanúgy betöltődnek az ellenségek, és ugyanúgy elkezdik az embert üldözni. De most jönnek, most jön az igazán érdekes dolog. Ez a rész, ezek a csodálatos ingák, amihez effektíve mindegyikhez, hát gyakorlatilag mutatjuk azt, hogy van egy megoldás, hello. Mindegyik ingához. Csak meg kell őket találni. Ön, le tudlak ejteni valahogy? Olyan király lenne, ha el tudnálok. Például pont így, és nem halt meg. Nem kaptam érte lelket, szóval nem halt meg. Szóval látjátok, hogy milyen sok HP-ja van egy ilyen ellenségnek. De mint hogy ezt észrevettétek, valami lövöldözik ránk. Valami villámokat szór. Azaz a valami ott előttünk. Ez egy csodálatos varázsló hölgy, akit mindjárt rádobunk egy csapdára, amit be is indítunk, és ki is nyíljuk vele őt. Ez a csodálatos varázsló hölgy, ez ugyanolyan kígyó, mint az, akivel harcoltunk akár az előbb. Csak ő hölgy. És mivel kifinomult hölgy, ezért, amúgy nézzétek meg, ez tök király. Gyakorlatilag ez egy jelzés nekünk, hogy hé, faszkalap, figyelj oda. Mert itt ilyen hatalmas egy kövek zuhannak lefelé. Gyere. Vagy maradj ott, bocsánat, maradj ott. Oké, na most ami érdekesség, az az itt lévő barátunk, akit megpróbálom majd megrúgni. Tesó, hallod, nem kéne aludni szolgálatban. Ugyanis, hogyha jó irányból tud minket ő megütni, akkor azt hiszem, hogy képesek leszünk arra, hogy így betörjük ezt a falat. Úgy van. És ez azért fontos, mert már még nem vagyunk rá képesek. De itt van egy igen fontos NPC, akit most már könnyedén ki tudunk szabadítani. Eddig
a kiszabadítás mellett az lett volna, hogy azokat a hatalmas nagy köveket, amiket ott fent láttok, azokat le kellett volna húzni, hozni más irányból. Szóval ilyen, mi itt van az NPC-nk? You seem quite lucid. A rare thing in these times. I am Logan. I'm a bit cooped up, as you can see. I have a bright idea. Suppose you set me free. I'm old and empty-handed, but I could repay you with knowledge and sorcery. This place is melting my mind. The inactivity is repressive. Oké, szóval Logan, ki kell szabadítanunk. De nincs hozzá még kulcsunk, de majd lesz. És amint lesz, ki tudjuk őt innen szabadítani, de addig ezt tudjuk kiszedni, hiszen nincs kulcsunk. De már legalább nem kell hatalmas nagy golyókat ide leküldenünk, mert ez ugye meg lett oldva. Ez ugye meg lett oldva azzal, hogy kitörtük azt a kis izét. Na most, következő dolog, megvárjuk, amíg lejön a golyó, utána feljebb tudunk szaladni. Gyakorlatilag ez a terület, ez így működik. Utána várunk még egy picit. Mi nagy, ha ott maradnál? Oké. És ő is meghalt. És én is majdnem meghaltam. De csak majdnem. Ez része volt a tervnek gyakorlatilag. Hogy mi egy ilyet csináljunk, ugyanis itt van egy nagyon-nagyon csodás, az acélvédelem gyűrűje. Az acélvédelem gyűrűje annyit tesz, hogy megnövelje a fizikai támadások ellen a védelmüket. Ez a gyűrű Rendál lovak királyhoz tartozott. Viselése védelmet nyújt azáltal, hogy megnöveli a védelmet a fizikai támadásokkal szemben. A Rendál lovak királyt körülvevő legendák közül az a legismertebb, amikor szembeszállt egy óriási sárkánygyíkkal és apró darabokra szabdalta azt. Oké, szóval nem akarom azt mondani, hogy Rendál hülye volt, de annak semmi értem, hogy a sárkányok ellen ezével küzdjünk. Fizikai védelemmel küzdjünk. Szóval itt van egy sótól, az csak egy sima kard. Igazából. Viszont itt van a barátunk. Oh-ho! Ah! Where did you come from? Splendid news, I tell you. Oké. Oké, beszélgessünk egy picit, jó? Ah, so you see my fight. Yes, indeed. I've run up against a wall, or a ball to be precise. I'm afraid I'm a bit too plump to be outrunning those things. So here I sit in quite a pickle, but who knows? Perhaps we'll have another development. Viszont, hogy valaki kinyitott nekem ezt az ajtót, igaz? Perhaps I could try some rolling. Bah, no chance. My head would spin. Oké, semmi baj. Maradj itt, tesó. Maradj itt, hagyma, tesó, majd én megoldom, jó? Előtt vagyok a témán. Teljes mértékben. 100%. Wow! Majdnem. Teljes mértékben előtt vagyok a témán. Én megoldom, jó? Easy. Csak jöjjön el először még az a golyó, az ágyú golyó. Még igazából nem ágyú. De jöjjön le. Jó, akkor el tudunk menni, szuper királyság lesz a dolog. És igazából haladunk tovább. És itt találkozhatunk még egy csapdával. Ami igazából abból a falból jön ki. De érdekes módon ők nem aktiválják, csak én. De igazából ez most szerencsére pont senkinek nem fájt. Hiszen hello. Mind a ketten épp egy animáció közepén voltunk. Oké, befejezted? Köszönöm szépen.
Nem fogjuk már végigvinni az egészen erődöt, hiszen erődjét, hiszen az elég sokáig tartana, az az igazság. És már így is 30 akárhány perce videózunk, 35. Szóval még egy valamit megcsinálunk itt, és akkor igazából abba hagyjuk mára. Ez az egy valami egy igen érdekes dolog lesz. És utána pedig jövő héten folytatjuk a dolgokat. Ja, most sem meghaltál? Még nem. De akkor majd most. Ez az 500 bónusz fél, kb. Ennyit adnak a rendes. Oké, pont jó, pont futatunk. Let's go, boys. Még van, most miért volt fontos az, hogy ide fussunk? Gyakorlatilag, hogyha itt eleget várunk, amiatt meg tudunk ölni igazából itt egy mimiket, akkor egy olyan dologgal találkozhatunk, amivel nagyon kevesen. Jó, mimik, gyere toljuk, jó? Toljuk, mimik. Nem ott vagyok, mimik. Mimik? Mimik, nem marcoltál velem elég sokat. De nem baj, mert adtál ezzel lelket, valamint egy villám lányzsát. Mindeközben, miközben mi itt álltunk, addig itt gurultak lefelé a golyók, és nézzétek meg, az a lyuk, ami az előbb még egy lyuk volt, már megtelt. És abban a lyukban mi fog történni, vagy hogyha még egy ilyen csodálatos golyó lezuhan, mi fog vajon akkor történni ezzel a lyukkal? Hát ez itt kitörik, és igazából utat kapunk ehhez, ami egy moha arany kígyó gyűrű. Mohó, bocsánat, wow! A moha arany kígyó. Oké, igazából mehetünk is haza. A mohó arany kígyó gyűrű pedig azért király, mert ezáltal lelkeket, ha jól tudom, nem, bocsánat, felfedezést tudunk szerezni. Igazam van? Mohó, aranykígyó, tárgyfelfedezési ezért képességünket. Szóval, a kígyó egy kifejletlen sárkány, és az élőholtak egyik szimbóluma. Azon szokása, hogy elnyeri példáját, ami még nagyobb, még nála is nagyobb, a torkosság egyik asszociációja lett. Ezen aranygyűrű, amire egy kígyó van rávésve, megnöveli viselőjének tárgyfelfedezési esélyét, így több tárgyat találhat. Ez egy szuper dolog farmolásra. De igazából én szintet akartam lépni, valamint a kardunkat kicsit fejleszteni. De igazából itt fejezzük be a mai Dark Souls videót. Ha pedig tetszett, akkor ne felejtsétek el dobni a lájkot a következő epizódban. Még mélyebbre, vagy magasabbra megyünk Sen erődjébe. És talán elérjük majd Ánorlandot is. Én Ryder voltam, hamarosan találkozunk, de addig is játsz tovább.